Én mondtam meg elsőként azt 1510-es években, hogy mit lehet csak beletenni, tehát nem a tisztes kicsit, de elmondta, hogy lehet benne. Mi lehet benne? Víz, komló és árpa. Ez volt az a három dolog, amit bele lehet tenni a sörbe. Ezt a bajorok találták ki. Több oka is volt ennek a sörvénynek. Az egyik az az volt, hogy nagyon rossz söröket kezdtek el főzni a civil szférában. Rossz sört pedig nem kellett senkinek. Mi azt mondták, hogy írnak inkább egy ilyen kvázi receptet, ez alapján kell eljárni. A sör is kiható volt. A másik pedig a búzaföldek védelme volt. A lelkes bajorok ezek minden szem búzából sört akartak főzni. Ezzel a kenyérár nagyon magas lett, ezt szerették volna normalizálni. Ennél van szükség erre a törvényre. Amúgy a búzát beemelték később a használt alapanyagok listájában így megkötéssel, de első verzióban nem volt benne. A harmadik kevésbé ismert része ennek a törvénynek az adózásról szólt. Amúgy ez egy 40 oldalas dokumentum, ebből három sor foglalkozik a sörrel, többi adózással törődik meg inkább. Na most a bajor területek azok mindig is menőnek számítottak, gazdagnak, követendő példaként tekintettek rájuk, ezért ezt a törvény törvénymániát átvette rengeteg más terület is, legfőképpen például az csehek voltak ilyen, wow, mind a három. Kinek kapott még sört? Mindenki más sörrel a kezében csörög. Szuper. Ezért átvették ezeket a bajor mintákat, elsőként a csehek, majd végül is Európán belül nagyjából mindenki. Ez kicsikét kiirtotta a sörök sokszínűségét. Maradtak területek, ahol egyébként ezen teljes mértékben érvényesült, de aztán az ipari forradalom után a németek váltak a legsikeresebb bevándorló bandával az Egyesült Államok területén. Hát a német sörfőzés terjedt el, onnan pedig átvett a világuralmat ez a világos lager sztori, ami ugye követi a tisztasági törvénynek a szabályait. Tehát ezzel szemben egy új hullámos sörfőzés. Amerikában a 80-as években, 70-es évek végén már elkezdődött is igazából egy ilyen házi sörfőzős hobbi. Ez azt jelentette, hogy emberek elkezdtek a pincében sört kocsvasztani a saját szórakozásukra. Nem volt az cél, hogy ezek kifejezetten kövessék a szabályokat. Az, hogy jó legyen, ez számított csak. És ez az a hozzáállás, ami később üzemi szintre emelkedett. Ez új hullámos sörfőzdék jelenleg a konyhában kezdődtek el. Azzal a szándékkal, hogy bár valami drága, egy jó söröket csináljanak, ami szerintük jó. A másik az az, hogy ezek az amerikaiak nem ismerték nagyon azt, hogy hogyan kell sörfőzni, nem tudtak a szabályokról. Ezért elkezdtek mindent hozzákeverni a sörhöz, ami eszükbe jutott, de csomószor egyébként remek söröket eredményezett, amikor már sörstílusként tartunk számon. És ez az a hozzáállás, ami Isten igazából szemben a hagyományos sörfőzdékkel. Egy jó kisüzemi cseh sörfőzde remek láger söröket csinál, az többféle alkoholerősségbe, színbe, árnyalatba, de nagyjából változatlan 200 év óta. Ez lassan mindegyik változik egy picit, de érdemileg ugyanaz maradt a koncepció és a lényeg is. És ezek tényleg remek láger sörök többnyire. Amerikai stílusra szemben azt mondja, hogy ami eszedbe jut, az kocsfasz bele a sörbe, és használ mindenféle olyan plusz tudást, ami rendelkezésedre áll. Kicsikét szakít azzal a hozzáállással, hogy nagyon János így csinál, de így kell csinálnom. Ugye a tradíció szerintem egy remek dolog, és erre mindenképpen építeni kell, nagyon hasznos, de megköti kicsikét az ember kezét. Ha úgy csinálná, hogy az adomány csinálta, akkor még mindig valahol a mezőkön kolbászolnánk fel alá, egy ütögetnél, még vadásznál mindenfélére. Ugye az újítás az nagyon fontos, ez igaz a sörre is. Néniként, mivel a sör egy régi ital, tehát több ezer évről van itt szó, ezért a változás, pláne hogyha ilyen gyors, mint az elmúlt 30-40 évben, egy csomó ember kiveri a biztosítékot, én naponta kapom azt meg, hogy ez bár nem is olyan, hogy most iszunk, ez teljesen távol van tőle, felejtsük el, fúj. Én azt gondolom, hogy a régi hagyományra kell építeni, de meg kell ragadni azokat a lehetőségeket, tudunk ugye mostanság, jobban ismerünk sokkal már a sörnek a biokémiáját, mint ez a 200-300 évvel. Valahogy egy csomó alapanyagunk is most már, ami régen nem volt jelen. Ezeket pedig nyugodtan lehet használni a sör főzésénél, amennyiben az értékéhez hozzátesz. Mert persze nem minden ilyen, vannak olyan sörfőzők, akik inkább csak arra utaznak rá, hogy a sörükből
minél többet vegyenek, ami nem probléma okvetlenül persze, de ennek az ára egy csomó esetben, hogy szeretnél sok embert elérni, hogy valami érthető, ilyen középlangyos dolgot kell elkészíteni, ami mindenki számára iható, senkit nem bánt annyira. A kraft hozzáállás ezzel szemben az, hogy főzünk sokféle sört, és megtalálja mindenki a szortimentből azt, ami neki tetszik vagy nem tetszik, lehet választani, lehet dönteni, és nem akar senki rárepülni mondjuk az egész emberiségre, szeretném mondani egy csomó nagy sörfőzdével. És ezért tartozik például egyébként az újabb fűszerek használata, az abszolút idegen fűszerek is sok esetben. Nagyon finom például a yuzuval készült sör, yuzu az egy japán citrusféle, kanyarba sem volt az előtt még pár évvel. Egy ilyen kicsikét citromot, kicsikét mandarinos élmény nyújt, remekül működik a sörben egyébként. Ez valószínűleg egy hagyományos német sörfőzdében eredményesnek számítana. És technológia, hogy ide tartozik egyébként, egyedi fizetésben vannak újítások is. Hát ide sorolom én egyébként a mindenféle tartófitós megoldásokat is, aminek van egy mesterséges része, vannak olyan megoldások, amiket egyedi fizetésnél használunk, és ezáltal van a gyümölcs a sörben édes kisebb, és nem magunkat teljesen benne a cukor, alkoholra. Mit iszunk most? Ez a Firstnek az apája, APA, American Pale Ale, angolosan. Én azt jelenti, hogy a sör felső erjesztésű, a tél az, hogy sápadt világos, ugye világos sörről van szó. Az American pedig azt akarja, hogy ebben új hullámos amerikai komlók vannak. Az elmúlt sok száz évben ugyanazt a komlót használta egy komlótermő vidéken lévő sörfőzdék összessége. Most már azt, hogy ezeket keverjük össze-vissza, mindenféle tájegységről teljesen normálissá vált. És hát Amerikában indult a 70-es évek elején az új hullámos komló őrület, azt jelentette, hogy elkezdtek kikísérletezni újabb és újabb komló nemesítéseket. Ezek citrusos, gyümölcsös komlók, a beleszagoltok ebbe is tetten érhető ez, nem harsogó, de egyébként van egy ilyen gyümölcsös beütése, citrusfélét keresett ebben a gyümölcsöket. Ez a komlóból jön, és ez a sör, ez a válasz a világos lager, a pilzeni sörökre a kraftos verziókból. A jellemző a sörre az, hogy az alkoholtartalma az alacsonytól közepesig terjed, tehát mondjuk a tetején ennek 5,5% környékén van, mellette pedig az, hogy könnyűvatónak, száraznak kell lennie. Ez az a sör, amiből meg lehet inni korsószámra. Van egy csomó magasabb alkoholtartalmú sör, amit nem tudnak inni az ember belőle 5-6 decivel, ugye egy húzamba, ebből aztán lehet. Szóval ez az ivósör. Az ivó jelző az most nem negatívként értem, hanem tényleg a szomjortó, mondjuk ez a rozé bor, vagy a fröccs a sör esetében. Úgyhogy egészségetekre, köszönöm szépen a figyelmet, átadom a szót neked. Yes! Figyeljetek! Köszönöm!